És akkor ott ült egy ilyen nagyon csiricsálén öltözött, borzasztó hangos, iszonyatos rossz sárga hajú nő, aki állandóan integetett, mindig odahívta magához a pincért, és akkor úgy próbált úgy viselkedni, mint ahogy gondolom a Széchenyi Zsigmond elsüllyedt volna mondjuk a csúnya írása közben Afrikában, hogyha valakivel egy kilométeres körzetben találkozik, aki így viselkedik. És akkor így lobogtatta így a kezét, oda ment a pincér, és azt mondta, hogy Tájföld. Señor! Dva fish! Na most mi próbáltuk ketten összerakni ezt a nyelvzsenialitást, és én azt mondtam Dorinak, na ebből mi lesz, mondta, hogy megoldja a pincérre. Mondom, az lehetetlen. És mi történt? Pasi szeme nem rebbent, elment, körülbelül 4 perc múlva hozta a 2 halat rántva vagy sütve, mondom, hát ezt nem hiszem el. Ha stílus van, minden van. Tartja a mondás. Jó napot! Szevasztok! Mit gondolsz erről a kinyilatkoztatásról? Hát egy, hogy jól hangzik, ha stílus van, minden van, de mi van akkor, hogyha nincs stílus? Szerintem olyan nincs. Gyerünk, kezdj el gondolkodni. Adam. Hányszor megéltük, Jézus Máriám, hányszor, hogy nem volt stílus, és hányszor te magad, gondolom, felrobbantál, én meg hát szóval tényleg atomjaimra estem szét. Jó, de azért kis hazánkban ne felejtsd, hogy mondjuk ami most rajtad van, az minimum a kötél általi halál, de inkább egy ilyen nyilvános megkövezéssel kicsit megfűszerezve. Na akkor most ez csak ilyen elnagyzolom. A kedvencem a nadrághoz, az okni hossz után, a nadrághoz, és hogy így le van vág, imádom. A mokaszín színe, azt meghagyjuk, mert az a csúcs. És tiéd a színpad. Hát, ez a stílus van, minden van, ezt te is tudod, ez egy álom, nem? Tehát itt Magyarországon ez egy nagy álom, hogyha van sokaknak stílus, ha van, ugye feltételes módban, akkor minden van. Na, egy, hogy nincs minden, kettő meg stílus nagyon-nagyon ritkán van. Tehát ezt te jobban tudod, mint én, nem? Mert én egy ilyen örök optimista vagyok, de ezt az oldalon megismerted. Igen. Hogy mindig van bennem egy hit. Jó, de a stílusnak nincs megoldó képlete. Egyébként, na ebbe vagyok 100%-ig biztos, és ebbe igazad van, mert ha lenne megoldó képlete, akkor tanítható lenne, és akkor lehet, hogy elsajátítható lenne, de a stílus az egy velünk született tehetség, amit rengeteg munkával lehet felszínre hozni. Jó, induljunk ki ebből. De mondd akkor, most elmondtad ezeket nagy vonalakban, most mondd el, hogy én a 82 évemmel hogy kéne kinézek, de minden egyes darabra. Tessék. Ez most nagyon aljas volt, amit volt elő, nem voltam felkészülve. Jó, mondom. Tehát eleve kéne legyen rajtad, az, hogy nincs rajtad zokni, az megengedhetetlen a te korodban. Tehát az én kérek elnézést mindenkinek egyszer, kétszer. Az, hogy sárga színű mokaszín van rajtad, az, hogy polgárpukasztó, az egy dolog. Neked egy műbőr fröccsöntött, vagy egy ilyen ködvágóru cipőbe kéne legyél, vagy egy ilyen amorf lekerekített ilyen, a séfek szoktak ilyen egy dologhoz ragaszkodom, áll gojzervarrott. Az nagyon tetszik nekem. Úgy jó, néz ki, mintha gojzervarrott, de ragasztott. Igen, de most már egy olyan, most az edukációnak egy olyan mélységébe megyünk be, vagy olyan magasságokba, bocsánat, hogy mélységek. Ja, te mondtad, a stílus van, minden van. Gyerünk! Hát, jó, akkor megpróbálok jobb lenni. No. Tehát a nadrágodnak se a színe, se a fazonja, se a szabása nem megengedett a te korodban. És mi van a hosszával? Hát azt hagyjuk, azzal bántod a legjobban a közülést. Az, hogy a farmeringet felveszed, ilyen farmeringet, bocsánat, az, hogy a gallérod így áll, az tulajdonképpen egy stílusbűnözés itthon. Igen, ez ilyen Delonos. Igen, azt akarom, hogy csak hát a Delon hozzád képest egy ipari betanuló. De... Jó kedves vagy, mit is szól? Egy kámpari szódát. A órád, az órád, egy a formája, tehát mi az, hogy a csuklódon túllóg, tehát mi az, hogy zöld,
A szemüveged, ugye erről rengeteget beszélünk, hogy neked az a szemüvegeid, a szemüvegparkod az na az megengedhetetlen a te korodban igazán, mert Magyarországon szerintem ez perszól. Nem nyilatkozom. Na, ugyanis a következő, bocsánat, erről ezt rögtön az szeretném ugye? Tisztázni, ugye? Hogyha abba az utcába bemegyünk, és akármelyik adásba, hogy akkor azt mondja, és mi volt rajtad, és mit hordtál, és az milyen, és melyik márka? Ebben nem akarok belemenni. Nincs márka, van márka persze, de nem azzal fogjuk elcicózni itt az időt, hogy én most elmondom, hogy ez itt, meg annyiért, és akkor alkudj, és akkor menj el, nem tudom, Észak-Koreába, és ott sokkal olcsóbb, hanem egyszerűen az van, hogy van rajtad, ha tetszik, tetszik, ha nem, hát akkor tudjátok, hogy mit kell tennetek. Na igen, de nincs rajtad logó, ez is bűn, tehát főbűn, mert logomentesen nézel ki, de nem is a ruhadarabokról akarok beszélni, hanem az összhangról. Ebbe ez a fűszer, hogy a színek, a formák együttes viselése, és azzal a lazasággal, azzal a könnyedséggel, ami neked van, ez, amit a 20 éves srácok is igyelnek, ezt hidd el nekem. De nincs tólig. Hol van a tólig? Ki mondja meg azt, hogy hát 60 tólig. Éves korodig vehetsz fel farmert, 61 évesen meg nem. Igen. Ez teljesen így van, de a másik pedig az, hogy itt megint vissza kell térjek arra, ami az örök vezére az én életemnek, a szabadság iránti vágy. Abban a pillanatban, hogyha te úgy érzed, hogy te ezt már, és ez nagyon fontos szó, már nem engedheted meg magadnak, akkor ásd meg a sírodat, és próbáld magadra ráhányni a földet, mert akkor van véged. Tehát akkor, amikor bármiben, a szerelemben, a karrierben, és nem azt mondom, hogy ha nagyon nagy beteg vagy, akkor nem fogsz 9-2-t futni 100-on, az teljesen biztos. Na de az, hogy mindent megtegyél, hogy fuss 9-2-t 100-on, az a dolgod. És ebben az egészben pedig az van, hogy egy, hogy én így érzem jól magam, kettő pedig ez, kimondottan, vagy inkább kimondatlanul is, a válaszom arra mindig megkérdeznek, hogy és mi a divat? Hát mondom, ez egy nagyon jó dolog. Hát meséljétek el, hogy állt össze a galaxis. Tehát, hogy ez tényleg így van, hogy egymás körül forgunk, meg minden. Én is fel tudok tenni olyan kérdést, amit nem lehet megválaszolni. Egyszerűen arról szól, hogy az én divatom, és ez most nagyon nagyképűen fog hangzani, az én divatom az, ami nekem tetszik. És ezt akkor is mondtam, amikor ez nagyon nagy bűn volt, és most is mondom, ahol vagy a kutyát nem érdekel, vagy a másik oldalon azt mondják, hogy felmeri venni, akkor ez nekünk erőt ad. És látod, Pistám, hány évtizede mondom, hogy neked is egyszer egy sárga nadrágot kéne fölvenni. Vegye föl a kibaszott életbe a sárga nadrágot a Pista. Én imádok, tehát én nekem annyi polgár volt az életemben, mert mondtad, hogy polgárpukkasztás, hogy én imádok polgárokat pukkasztani. Hát most mit csinálja? Mondok erre egy nagyon érdekes dolgot. Nekem ez mutatja meg leginkább, ez a mai összeállításod, hogy ki Ernyei Béla. Mert ebbe van elegancia, ebbe van bátorság, és az embereknek ez jut rólad legkevésbé szerintem eszükbe, de azért ez nem igaz, de hogy benned van egy olyan elemi erő, egy olyan belülről fakadó bátorság, amit én nagyon bírok. És ez jön egyébként az öltözködéseden elő, hogy ettől is vagy a gondolatod fiatal. Tehát a gondolatod az szerintem még nálam is fiatalabb, vagy millió egy élethelyzetben, mert ez az összeállítás, ezzel a könnyedséggel, és itt a lényeg, hogy finomak a színek. Tehát nem harsányak. Hol van az a pont? De nyilván valakinek a harsány szint tetszik, viselje, tök jó, de a finomságokat, azokat a nagyon-nagyon apró dolgokat, ugyanakkor szakavatott szemek látják csak. Tehát, hogy ez igen, fontos. De azt kell mondjam, hogy ahogy te a fricskákat, a küldött fricskákat beépíted a viselkedésedbe, az öltözködésedbe, most bocsánat, tényleg beszéljünk a sarudról, ami most már abszolút ikonikus darab, egyszerűen ez egy fricska. Mert azt mondod, hogy van rajtam egy gyönyörű nápolyi öltöny, kétsoros, rettentő nagy reverrel, gyönyörű bevart ujjal, stb. És mégis ezt veszem fel hozzá, mert én egy
így tartom izgalmasnak magamat, kettő, ezt a fricskát én engedem meg magamnak egyedül. Én például most erre a beszélgetésre sokáig gondolkodtam, aztán lemondtam a fricskáról, most már sajnálom, lemondtam róla, hogy én hozzak, mert mindig azt mondják, hogy azt szeretjük önben, hogy ön olyan elegáns, és mindig hordja a nagypapának a zsebkendőjét. És azon gondolkoztam, hogy milyen baromi jó ötlet lett volna most elhozni egy kis zsebkendőt, és ide betenni ebbe, és az így áll, érted? Ez, mint hogyha te lenni egy tubarózsa, nem? Operaénekes. És közben pedig így vagy felöltözve. Ez a fricska, ez megint az, hogy másként gondolkozol, mint a világ, más gondolsz bizonyos dolgokról, és olyat is összemelsz kombinálni, tessék parancsolni, így, amit más biztos, hogy nem. Kombinálás, fantázia, bátorság, ezek mind-mind kellenek szerintem az öltözködésnek a szeretetéhez, és arra bíztatnálak egyébként benneteket, hogy el kell lépni a faltól. Tehát ez a szürkék vagyunk, biztos. De mi a biztos? A szürkesség, az unalom, az nem biztos, hanem ott elalszol. És egyébként a férfi létnek, erre szoktam mondani, hogy Magyarországon a férfiak 30 év felett már a temetőbe így elindulnak, itt sorban, egymás után. És viszik magukkal a lapátot, ahogy mondtam. Abszolút, tehát, és fütyörésznek közben, hogy itt most a fáradt tolajat kiengedik. De én abban nagyon-nagyon hiszem, vagy hiszek, hogy például a fizikumod. Nekem ez például feltűnt, hogy arról nem beszélnek az emberek, hogy hoppá, bocsánat, 82 évesen itt van egy férfi, aki nincs súlyfelesleg, jó kondiban van, aki csütörtökönként, nem mondom el, hogy melyik híres fürdőben jársz, hogy ne adjam ki a magánéletedet, de hogy egy speciális aqua joggingot kifejleszte. Na, ez a stílus. Tehát a stílus, ha stílus van, minden van, az igaz az étkezésre, igaz a sportra, igaz ebbe a 25 centibe itt mit töltünk, de akkor erről mesélj, mert nekem az hiányzik Ernyei Bélából, hogy én erről nem hallok, hogy 82 évesen olyan fit vagy, mint az 50 éves férfiak se itthon. Hát, hogy nem hallasz, az nekem egy óriási nagy hibám. Megmondom miért, mert én folyamatosan nézem reggel, amikor felkelek teljes kávé előtt, megnézem az új híreket, és azt szoktam látni, hogy a híreknek mondjuk egy huszadában arról van szó, hogy XY 63 éves énekesnő most lefogyott 30 kilót. Aztán utána azt, ha olvasom, nem tudom, 4 nap múlva, a másik nagyon-nagyon nézé volt, felgyúrta magát, fellízott 25 kilót. Nekem körülbelül 60 éve hiányoznak ezek a főcímek, ezek a hírek. Lefogytam 40 kilót, meghíztam 30 kilót, építettem izmot. Azon kezdtem gondolkodni, hogy azt kéne lehozni, mondjuk Facebookon, hogy egy olyan titkot osztok meg most önökkel, amit nagyon-nagyon kevesen vettek észre, nem fogytam le 30 kilót. Így aztán nem is tudtam meghízni 30 kilót, hogy megint ugyanúgy nézek, mint amikor dagadt voltam. Tehát, hogy ez egy valahol nagyon nagy stílű is, hogy az ember lemond ezekről a főcímekről, hogy nem lehet azt, hogy én mindig ilyen voltam, az egész családom vékony volt, amellett vigyáztunk magunkra. Gyakorlatilag az van például mi most, Dóri és én, tehát a feleségemmel, hat után nem eszünk semmit, vagy eszünk egy kevés sajtot, egy pici gyümölcse, egy almát, egy kis szőlőt, és az, amit mások a vacsorával benyomnak, betolnak, arról nem beszélve, hogy nem tudnak jól aludni, mert pörögnek, mint egy ventilátor, tehát tele van a gyomruk. Gyakorlatilag mindez nem történik meg. Na jó, kivéve akkor, ha én ott vagyok, és megeszem az édességkészleteteket. Jó, hát az is, az csak összesen ötször van egy héten. Hát igazad van, kitörödik az. Na, de mondtál egy érdekes dolgot, és szeretem a bátorságodat. Ha stílus van, minden van, egy ilyen borzasztó PC világban élünk, hogy nem lehet már nevén hívni semmit, és azt mondtad valaki, hogy ha azt mondod, hogy dagadt, akkor azzal azt gondolja valaki, hogy megsérted. És tegezés, magázás, erről is majd fogunk még beszélgetni, biztos vagyok benne. De én hiszem azt, hogy épp testben, épp lélek. Tehát nekem senki nem tudja eladni, akin van 30 kiló súlyfelesleg. Imádom, hogy nagyon boldog, persze. Jó, aranyos vagy, ülj le a sarokba, beletírni a talpas egyest. Azért,
mert ezeknek az egészségügyi kockázata borzasztó nagy. Tehát a férfiaknál ugye ez a zsigeri zsír, ez borzasztó, elzsírosodnak a szervek, és ez nem trend kérdése, ez egészség kérdése. És azt látom, hogy emberek imádják így, ha éppen van rajta súlyfelesleg molett, kövér vagy dagadt, ez mindenki a saját jelzőt tegye oda. Lehet a kövért is nagyon degradálóan mondani, meg lehet... Érted? Tehát egy ilyen borzasztó PC világ van, amivel én nem értek egyet, mert nem a szavakon kell lovagolni, hanem annak a stílusáról, ha stílus van, minden van. És amit mondasz, mindenképpen akkor azzal haknizik, hogy lefogytam, meghíztam, izmot építettem. De mi szerinted egy férfinek, hogyha most magunkról beszélünk, a vezérelve a saját testét illetően? Hát a vezérelve először is az, hogy nem gondolkodik egészségügyben. Tehát ez egyértelmű. Senki nem megy el a előírt vizsgálatokra, holott ingyen van, és így tovább, és így tovább. Nekem nemrég halt meg egy nagyon jó gyerekkori barátom, akinek én mindig azt mondtam, hogy el kéne menj, hát egy, hogy ingyen van, kettő, hogy arról szól az életed, hogy azért valami téged is elkaphat. Nem, azt mondja, tudod mi, az, ez ciki. Ez majd, amikor valami jön. Problémám lesz, akkor majd elmegyek az orvoshoz. Lett egy problémája, nem is jutott el az orvoshoz, mert meghalt benne. És nem azt mondom, hogy én velem ez holnap nem tud azonnal előfordulni ugyanilyen szinten, de legalább mindent megtettem érte, hogy ne forduljon elő. A másik pedig az, hogy ugye ezt most kiterjesztjük egy kicsit, vagyis hát te, kiterjesztjük a férfiakra, holott ez a nőknek sokkal a komolyabb problémája, mint a férfiaknak. De komolyabban egy. Is veszik. Először is, mert a hormonális változások nem Abszolút. Csak azzal, hogy eltelik egy bizonyos évtized, hanem az, hogy szülnek egy gyereket, meghíznak, lefogynak, stb. És amit én kaptam, kb. 2 vagy 3 éve volt az a sajtótól, azt nem teszem tényleg az ablakba, talán életem legnagyobb és legkomolyabb támadását kaptam, hogy én azt mertem mondani egyszer egy televíziós megkérdezésben, kijöttek hozzánk Bécsbe, csináltak egy interjút, és kérdezték, hogy hát nekem mi a véleményem úgy általában a házasságokról, hogy miért mennek tönkre, gyorsan, meg minden, és azt mertem mondani, vagyis hát azt mondom most is, és lehet, hogy akkor megint keresztre feszítenek, azt, hogy azzal, hogy valaki férhez ment, és most kifejezetten csak a nőkről beszélek, azzal, hogy valaki szült egy gyereket, vagy kettőt, semmilyen jogot nem vindikál arra, hogy elhagyja magát, hogy 30 kilóval több legyen, hogy egy széttaposott műanyag papucsba egy rossz cekkerrel menjen le a közértbe megvenni a krumplit. És nem azért, mert nem kell lemenni a közértbe, és nem azért, mert nem jó boldognak lenni egy gyerek születésekor és akkor, amikor férhez mész, hanem azért, mert egy icipicit perspektívikusabban kéne látni az életet. Arról kéne szóljon, hogy mi van 10 év múlva, mi van 20 év múlva, hogy fogok neki tetszeni. Annyi kísértésnek van egy férfi kitéve, a munkahelyén, a villamoson, bárhol, és én vagyok mégis a kedvenc nője, hogy így mondjam, az első feleség, ugye? Itt vagyok, rendelkezésre állok, mindent megteszek azért, hogy jó illatú legyek, hogy kedves legyek, hogy ne hízzak el, hogy a kedvébe tudjak járni, ahogy ő is az én kedvembe kell járjon, de mi történik? Hazajön ez a félisten, lerúgja a büdös cipőjét, mezitláb végig megy a hotyivjákon, fölteszi a lábát a műanyag izére, mondjuk székre, a másik székre, és nézi a focit, megissza a sört. Nekem semmi bajom ezzel, én például nem, de ő igen. Ezzel semmi bajom nincsen, csak az, hogy akkor kicsodálkozik jobban a férfi vagy a nő, hogy egy bizonyos idő után megjelenik a 30 évvel fiatalabb titkárnő, aki ott matadgat, tesz fesz, stb. Szépeket mond, és aztán egyszer csak hazajön a férfi, és azt mondja, hogy hát akkor én egy sört kérnék, meg szeretnék elválni, mert megismerkedtem valakit, aki életem nagy szerelme, szevasz. Igen, amit mondasz, azzal nagyon egyetértek, és ez mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy maraton. Tehát
Hát lehet, hogy 10 kilométernél még győztes abszolút. Vagy. Csak te vagy elő. Utána 32. Csak kiköpöd a tüdődet, és véged. És véged. És bármikor, nagyon nagy a kísértés, a social media borzasztó, tehát a szexualitás szerintem ma ömlik mindenhonnan. Már-már túlzó módon, tehát olyan helyeken jelenik meg, ahol semmi kereslet. Meg a hazugság. Hát az az majd egy külön történet. Az egy külön történet, de... Lehet, hogy egy évig egy szexistennő vagy. Lehet egy évig olyat mutatsz az ágyban tényleg, hogy a férjed hazamegy, és azon imádkozik, hogy ne sztrókot kapjon, mert a kámaszutrát oda-vissza felvezeted. De mi történik 2 év múlva, 5 év múlva, 6 év múlva, 10 év múlva? És én azt szoktam mondani, hogy én a 40 éves nőket látom a legszexibbnek. Amikor én látni akarom a ráncot a szeme alatt. Látni, tehát a nőknél van egy ilyen teljes képzavar, hogy ennyi kacsaszájú, Mickey egér szemöldökű, karvajkörmű, kitömött mellű, szétimplantált, alapvetően szép nőt, a világon nem lát. Azt mondjuk, hogy a magyar nők a legszebbek. Ez így van. Ez fantasztikusak. De amikor Olaszországba járok, nem látok a csaszájakat, nem látok olyan szempillákat, hogy egyszer már nem tudja nyitva tartani a szemét, mert 2,5 kiló oldalanként. És a természetességnél nincsen szerintem szexibb dolog. És amikor az ágyban van 2 ember, akkor ott nem számít a köpcenti, nem számít az, hogy ott ez számít, hogy itt mi van. És erről nem beszélünk. És tudod, miről nem beszélünk? Mégis ez a legfurcsább, hogy mindenki azért csináltatja nagyon sok pénzért, mert erről is kellene majd egyszer szót ejtsünk, nagyon sok pénzért azért csináltatja ezeket a Mickey egeret, meg a kacsát, meg a mindent, hogy ő különleges legyen. Ezáltal beáll egy olyan sorba, ahol mindenki teljesen egyformán néz abszolút. Ki, mert ezek a szegény orvosok 3 vagy 4 vagy 21 fogást tudnak, de nem 2.300.000-et. Érted? Tehát, hogy itt arról van szó, hogy kinek az agyában, a beteg agyában fordul az elő, hogy ő azáltal lesz más és egyedi, hogy beáll mindenki közé. Hát hiszen ez a legnagyobb ellentmondás a világon, nem? De ráadásul a sor is rossz, amibe beállnak. Hát, tehát, na jó, hát... Az hagyjuk. De én azon gondolkozom, hogy ennyi ismerek személyesen tényleg fantasztikus plasztikai sebészeket, akik egyébként a tudásukat olyan sorba állítják, ahol valóban segíteni kell, tehát ahol gyerekekkel van biztos, probléma. Meg... Én azt gondolom, hogy... Mert ők, ők a legnagyobb hunyók az én szememben. Na, és ezt akartam mondani, én ismerek egy-két jó példát, de azt gondolom, hogy ennyi plasztikai sebész, ennyi önfényező plasztikai sebész, mint ami az országunkban van, tehát mégiscsak az ő kezei munkáját látjuk azért az utcaképen, és én nem hiszem azt, hogy ezeket a nőket ne lehetne valahol a nap végén egy picit, itt is az edukáció. Tehát el kéne mondani Mici Mucinak, hogy értem, hogy szült, tök jó, 2 gyereket, 3 gyereket, maximálisan meg tudom érteni, azt mondja, hogy a nőiességét ezzel elveszti, nem olyan már a melleformája szeret. Ez az egy, látod, ez az egy, szerintem az abszolút kivétel. Ez teljesen ebben rendben van. Azt mondom, hogy ez tökéletesen érthető. Igen, csak nem kell 950 köbcentit, mert azt hagyjuk meg a Ducatinak. Tehát, hogy egyszerűen... Igen. Tehát, hogy vannak tólik határok, és itt a tólik, a kor, amiről beszéltünk. Nincs itt... Tehát egy 40 éves nőn imádom látni a korát. Tehát nem jó, mikor nem mozog már semmi. Tehát mondasz egy point, és már nem tud nevetni. Igen. Vagy tud, de úgy néz ki, mintha nem nevetne. Igen. Ugyanúgy marad. És ez nekünk, innen is a hölgyeknek nagy tisztelettel szeretném üzenni, nekünk igényes férfiaknak ez nem tetszik. Nagyon nem tetszik. Tehát amit én látok... De akkor bocsánat, akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy... Sokkal több az igénytelen férfi, mint az igényes? Persze. Persze. Hát bocsánat. És ezt a nők nem veszik észre? De a 100 szuper csajra jut 2 balfasz. Ez az arány Magyarországon, és bocsánat, ezt a nők mondják, nem én mondom, én most csak tudom, de én ezt látom. Igen, csak tudod, mi a baj? Hogy a válasz pedig az, hogy mi annak a 2 balfasznak szeretnénk tetszeni. Nem? Annak a... Hát úgy értem, hogy ja. Az, érted ezt, hogy mert ha én megkérdezem, hogy tessék már megmondani, hogy kegyed kinek szeretne tetszeni? Kegyed. Akkor kinek? Tényleg kinek?
Hát nekünk biztos nem, mert ilyenfajta kritikát kevés ember enged meg magának. Igen, nem? De hát gondolj bele, azért a nők is formálják a férfiakat. Tehát vannak a férfiaknál is, hogy átmenjünk. A férfiaknál nem a plasztikai sebészet a probléma, az is tud azért vadregényes lenni, hanem az utcaképen, amit látunk, az igen, tehát hogy még mindig azt gondoljuk, hogy manikűröshöz, pedikűröshöz járni ciki, tehát ez még mindig egy ilyen borzasztó rossz, ilyen nem is tudom, ez egy ilyen kelet-európai szekunder szégyennel becsomagolt beidegződés. Tehát, abszolút, azt hiszik, hogy igazuk. Abszolút, és amikor jön a nyár, akkor látom a férfiaknál, hogy azok a menedzserek, azok a nagy vállalkozók, CEO-k, akik hétközben elegánsnak gondolják magukat, nem azok, de elegáns öltönybe jár, de nem elegáns öltönybe, maradjunk annyiban, hogy öltönybe jár ingben nyakkendőben, jön a hétvége, felveszi a crocsot, felveszi a műszálas rövidújűnget, és kurva boldog, amikor ott van grillezik. A crocsot, bocsánat. Ja, az is elnézést. Van. Igen, az is van. És te rengeteg helyen utaztál a világba, én is voltam egy pár országban, neked sokkal nagyobb a kulturális kitekintésed minden téren. És nem szeretem az olaszokat állandóan példának hozni, de, mert ők se hibátlanok. De szeretem, szeresd, pontosan nem tudom, engedek. Mert ebből én sem engedek, nem véletlenül a könyveimbe fejezeteket szentelek nekik, te is, hát minket az Olaszország szeretete az, is összeköt. Fantasztikus. Az a csúcs. Mert... Il csúcsó, azt szoktam mondani. Il csúcsó? Igen, hogy az a csúcs. Óriási, nekem is vannak ilyen kitalált szavaim. De amit pont, ha stílus van, minden van című könyvemben írok, hogy Nápolyban egy kukás, a kukás autón úgy néz ki, hogy itt Budapesten a nők mind a tízújukat megnyalnák utána. És ezen érdemes egy picit elgondolkodni, hogy értem, hogy valakinek nagy cég kivonata van, nagy autója, nagyon, minden szuper, de a nap végén haza kell menni, és ott nem tudsz hazudni a külvilág előtt. És ez belsőért, egyikünk se hibátlan. Nekem aztán rengeteg hibám van. De amikor otthon vagy, hogy az otthonod hogy néz ki, hogy az otthonodban hogy öltözködsz, hogy viselkedsz, mik azok a, mik a rutinjaid, és ezek azért szerintem meghatároznak nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. És például nálam például az van, hogy belépek egy idegen lakásba, először vagyunk valakinél. Ott mit nézel meg? Na kíváncsi. A rendet. Oké, egyetértek, de ennél mondjál két dolgot, mert jó, kierőszakolom valahogy. Nem fogod tudni, megmondom miért, mert ennél sokkal finomabb lélek vagyok, tehát egyszerűen semmilyen jogom nincs, még gondolatban sem, hogy azt mondjam, hogy hát ez biztos megengedhetne magának egy másik fajta stílust, egy másik fajta bútort. De gondolatban se engeded meg? Nem, megmondom miért, nem szeretek senkit bántani, az jó. Magamban sem, amellett szuper. Pedig ő nem véletlenül él úgy. De gondolsz valami, akkor bocsánat, amíg gondolok, okay. Igen. De a rend az nagyon érdekes dolog, mert ha bemész valahova, és látod azt, hogy bizonyos dolgok, a nagy különbség az, hogy ő tudta, hogy te érkezel. Nem az, hogy hirtelen te benyomtál egy csöngőt, kinyitotta véletlenül egy másik fickó, és te látod, hogy ott állati kupleráj van, hanem arról szól, hogy ő vár téged. És őt nem zavarja az, hogy ez, meg az, meg amaz rossz helyen van, vagy nem ott van, ahol kéne, vagy lehet, hogy sokkal jobban mutatna az a tárgy, akár csak egy szál virág ott, ahol éppen nem mutat most, hogy beléptél. De akkor ketté bontom, ha valaki, én nagyon hiszek a, nagyon, nagyon hiszek abban, hogy valakinek a lakása mutatja meg igazán, hogy ő ki. Igen, de egyet ne felejts el, hogy a lakás szerintem az utolsó lépcső. Tehát gondolj bele. De a legbelsőségesebb. Igen, de hogy találkoztál? Nem a lakásán találkoztál valakivel először, hanem valahol vagy az utcán, vagy társaságban, vagy egy vendéglőben, összehaverkodtatok, elmentetek együtt moziba, vagy elmentetek enni, akkor láttad, hogy ő imádja azt, hogy elmennek a legdrágább helyre, ahol szoktam mondani, hogy maxi tányérom, mini adagok. És én meg ott döbbenten nézek, mert azt mondom, hogy most enni mentünk, vagy jól lakni? Mert szeretnék jól lakni néha egy-egy helyen, de nem sikerül ezeken a helyeken. És aztán a vége az, a csúcs, amikor azt mondja, hogy annyira megkedveltelek titeket, téged, gyertek el, és legyetek a vendégeink. De ez ma nincs. Dehogy nincs. De akkor
másképpen fogalmazok, szerintem ez van a legritkább alkalommal. Könnyebb azt mondani, hogy menjünk el egy étterembe, mint azt mondani... De hogy miért? De most magyarázz el, hogy ezért, miért? Ezért, amit hát ezért, hát ez, mert ahhoz kik, akkor a bejárónőt át kell hívni, rendet kell tenni, foglalkozni kell vele. De akkor a szudatos, az még nagyobb. Na, hát ezt akartam mondani, de akkor visszadobok egy labdát. Nálam az igényesség az öltözködésben, az életedben, meg a rend, az kéz a kézben jár. És nem akarok álszent lenni. Van olyan időszak nekem is az életemben, amikor edzésről tehát hogy amikor elindul a totális káosz, és olyan tud nálam lenni, ez bevallom férfiasan, amikor eluralkodik egy-két napig úgy a káosz, mert hazamegyek éjjel 2-kor, reggel 5 óra, és beesek az ágyban, és esélyem sincsen megtartani. Én bevallom, ilyen van. De borzasztó rosszul... De ez érthető. Engem az zavar, ami nem érthető. Ja, oké, értem. De akkor inkább így fogalmazom meg neked, hogy nekem két dolog van az, amit én megnézek, amikor valahova elmegyek. A könyv, tehát hogy milyen a könyvtára, van-e, most bocsánat, a könyvtár alatt a könyveket érte. Na, nekem a könyv mindent elmond. Hogy van-e? Igen, de nem tudom, hogy azért el lehet-e valakit ítélni, nem, hogy ez például nem... nincs igazi kapcsolódás a könyvekhez. Nem, és... Nagyon jó a kérdésed. Nagyon sok olyan embert ismerek, akit szuperembernek tartok, és egyébként azt gondolom, hogy intelligenciában is fel van vértezve, de az olvasás neki nem szerves része. És akkor itt visszacsatolok, inkább másképpen fogalmazom. Amitől szerintem egy interiőr működik, és amitől otthonná válik, nem egy lakberendezési magazinná, az a könyvek, mert a könyvek szerintem a legédesebb interiőr kiegészítők, mert annak súlya van, annak terhe van, annak van egyfajta tudása. Tehát a könyvek szerintem meghatározzák az interiőrt, az élővirágok, a képek vagy a festmények, a függöny és a szőnyeg. Ezek a dolgok teszik az enteriőrt szerintem otthonra. Ez ad melegséget, és a kiegészítők, egy enteriőr illatosító, egy gyertya. Tehát minden olyan dolog, amihez már gondolkodni kell, amihez nem elég a pénz. Egy modern otthonban, amikor le van téve egy perzsaszőnyeg, hát pazar. Mert megtöri, van benne. Én az eklektikát imádom, ugye a showroomomban vagyunk most, és amikor bejöttél, az nekem egy nagyon nagy dicséret, vagy megerősítése volt, hogy a te vizualitásod azt mondtad, na ez igen, itt igen, szeretek igen. lenni. Nem is nagyon értem, hogy az emberek miért nem érzik azt a szinte kényszert belülről, hogy a modernet és a régit, a régi az keverjék. A hagyomány, a stílus, az, amit hoznak a családból, és az a modern, ami a jövő, a holnap napja, a 2000 év múlva lévő, amit ő hátrahagy majd. És hogy miért nem fontosabb ez az egész, de hogy kiegészítsem ezt az egészet, nagyon sokszor, ugye ritkán van az, hogy valaki találkozik valakikkel úgy, hogy a fele életüket Bécsben élik, a felét Budapesten, ahogy mi. Ismersz ilyen embert? És megkérdeznek minket gyakran, hogy mit szeretünk például, nem tudom, Bécsben az utcán. És azt mondtuk mind a ketten Dórival tényleg egymástól függetlenül, hogy azt, hogy sokkal több Dóri és Béla jön szembe, mint Budapesten. És ez lehet, hogy megint nagyon nagyképű, de hát ha nagyképű, akkor ilyen nagyképű vagyok, és le kell nyelni önöknek. Tehát gyakorlatilag az, hogy érzed azt, hogy van stílus, hogy a múltkor megálltunk, és mind a ketten utána úgy nyeltünk egyet, és azt mondta, hogy láttad ezt? A következő, egy taxira várt egy fickó, olyan módon volt, nápolyi módon fölöltözve, hogy elmondani nem lehet, mellette volt egy alumínium koffer, a bőrszí a karóráján teljesen rendben volt. Míg Magyarországon nézek utcaképeket, és ugye azelőtt sokat fotóztam, és mindig van egy az embernek egy látványa, egy talán vágya, hogy ránéz egy széles látószögű objektívvel csinált fényképre, és azt látja, hogy mindenki fekete-fehér, aki szentbe jön, és egyetlen személy színes. És nem tudod soha megmondani, hogy ő kicsoda,
hogy ő miért színes, de neked ő a színes. És mindenkinek más a színes, és ez nagyon fontos. Na most, amikor én nézek ilyen széles kamerájú felvételeket Budapesten, de senki nem színes benne, vagy pedig egy hónapban egyszer, akkor azt szoktam mondani, hogy ez egy picit kevés, nem? Na de hogyha arról beszélünk, hogy a tradíciót, a régit, az újjal, mindketten véletlenül farmeringben vagyunk. És a farmering, hát ugye egy teljesen, szerintem reneszánszát éli, ezt elmondhatjuk. Nápolyban, Olaszországban a biznisz öltözködés része nyakkendővel, tehát kétsoros öltönyhöz, farmering. Támogatom. Pazar. Nem mindegy, hogy az a farmering azért milyen farmering, milyen gombokkal, milyen gallérral, tehát azért itt is a stílus része. De mit gondolsz, hogy ez egy reneszánsz most, egy trend, vagy mondjuk a te választásod? Én most azt látom, hogy te ma egy klasszikusan öltözködő férfi vagy, egy színes emberrel azon a képen. De, és itt az én kérdésem feléd, mitől mutat másképpen rajtad ez a farmering? Miért így van rajtad, miért így viseled a gallért, miért úgy áll rajtad a gallér, miért fontos neked ez így? Miért? Hát ez annyiból nehéz, hogy erre nekem van egy speciális válaszom, amit nagyon ritkán szoktak emberek megérteni, és remélem, hogy önök megpróbálják megérteni. Az az, hogy én fiatal korom óta egy, hogy arra lettem nevelve, kettő pedig úgy éreztem, hogy én európaivá kell váljak, nem magyarrá, nem osztrákká, nem németté, nem hottentottává, és ezzel semmilyen nációt nem akarok megbántani, de az Egyesült Európa gondolata egyáltalán az, hogy feleljünk meg sok-sok elvárásnak. Középkorban elküldte a mester a fiatal srácot tanulni, a tanulót mondjuk Antwerpenben gyémántot csiszálni, tanulni, mert ott sokkal jobban tudták, és ő visszajött, hozta azt a kultúrát, lehet, hogy hozott onnan egy nőt, egy másik nyelvet, vagy kettőt. Ez nem ördögtől való dolog, és ez a háború előtt, ez minden családban így volt, hogy kiküldtek valakit, tanult, ott járt egyetemre, hazajött, legtöbben Párizsba mentek, vagy Bécsbe, mert közelebb volt. Én azt mondom, hogy én ott látom a nagy hibát, és a baj az, hogy annyi év telt már el a változás óta, 30-valahány év. Sokkal közelebb van a fölső, nem 10 000, mert rossz szó, a fölső, fönt álló ember és a lent álló ember egymáshoz, és az azt jelenti, hogy kisebb a különbség, és ebben a kis különbségben jobban érzed magad. Legalábbis ez az én 50 éves tapasztalatom. De hát ez már nem az a vidám beszélgetés, amit elindítottunk. Amit elkezdtünk. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az öltözködés az a kultúrának a tökéletes leképzése, tehát egy tükör, egy pillanatnyi festészeti műalkotás, ami megjelenik így jó, a vásznak. Jó, de csak itt rögtön engedj meg egy kérdést, hogyha egy bunkó bejön hozzád, tele van pénzzel, és azt mondja, hogy én úgy akarok kinézni, mint ön, úgy akarok viselkedni, úgy akarok hatni az emberekre, nőkre, férfiakra egyáltalán, azt te meg tudod oldani? Sose jött be hozzám bunkó. Soha. Ez nagy dolog. Soha. 10 éve csinálom a tanácsadást, imádattal, szeretettel, 5 éve működik ugye a Bispok Szabóság. Soha olyan nem volt, hogy egy ügyfél miatt nekem azt kellett volna érezzem, hogy ha lenne ilyen, tehát ha megtörtént volna, a pénzével önmagába kevés. Igen. Akkor mázlid van, azt kell mondjam, hogy szerencsés soha, vagy. Soha. Ezt tényleg ebbe, akik engem megkeresnek, bátran merem állítani, hogy lehet, hogy az élet más területéről jön, mást gondolunk, de van valamilyen összekötő kapocs. Igen, de engem meg az zavar, hogy bárhova megy az ember, úgy érzi, és ez nem az idős embernek most a visszaemlékezés, hogy élt a nagypapa, meg minden, ez egy hülyeség, hanem az, hogy eltűntek a különbségek. Egyszerűen az egyik, akinek nem is szabadna, mert a tudása, meg a kultúrája, meg a stílusa nincs meg hozzá, ugyanúgy próbál viselkedni, mint az, akinek mindez megvan, és ezek mindig mellé mennek. Mondok egy példát például. Tájföldön voltunk, és ültünk egy nagyon szép
elegáns hotelben voltunk, és volt gyönyörű vendéglője, volt egy ugye az uszoda mellett, és akkor feltűnt egy család, egy olyan kolhoz privatizációban megfáradt úr, hát ember, és akkor ott ült egy ilyen nagyon csiricsálén öltözött, borzasztó hangos, iszonyatos rossz sárga hajú nő, aki állandóan integetett, mindig odahívta magához a pincért, és akkor úgy próbált úgy viselkedni, mint ahogy gondolom a Széchenyi Zsigmond elsüllyedt volna mondjuk a csúnya írása közben Afrikában, hogyha valakivel egy kilométeres körzetben találkozik, aki így viselkedik. És akkor ült a nő, Dórival már láttuk, hogy itt valami nem tudom mi jön, és akkor így lobogtatta így a kezét, oda ment a pincér, és azt mondta, hogy Tájföld. Señor! Dva fish! Na most mi próbáltuk ketten összerakni ezt a nyelv zsenialitást. Az, hogy señor, hát ez lehet, hogy már egyszer voltak vagy Dél-Amerikában, vagy Spanyolországban, mellé ment, ugye, hát ez jó. A dva, hát az anyanyelvi szinten beszéli, kimondta, hogy kettő, és a fish az olyan úgy odaragadt, olyan angolosan. És én azt mondtam Dorinak, na ebből mi lesz, mondta, hogy megoldja a pincérre. Mondom, az lehetetlen. És mi történt? Pasi szeme nem rebbent, elment, körülbelül 4 perc múlva hozta a 2 halat rántva vagy sütve, mondom, hát ezt nem hiszem el. Tehát, hogy ez arról szól, hogy azok is hozzájutnak olyanhoz, ahol mondom, és hát az úr, hát az meg majd meghalt a boldogságtól, mert hát végül is több nyelven beszélő arája van. Érted ezt? És a pasi úgy volt fölöltözve, mint hogyha a Vörös Október ruhagyárat kirabolták volna előtte való este. Szóval, de hát ez most már világjelenség, és ezekkel találkozunk. És a Széchenyi biztos nem találkozott vele. Tehát, hogy Afrikában, anno. És ezért mondom azt, hogy én, amit te is mondtál már egyszer, hogy én egy barokk ember vagyok, mert én azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy valamilyen nagy tévedésből később születtem, mint kellett volna, közben meg baromi boldog vagyok, a késői születésemnek azért vannak ilyen előnyei, hogy a repülőgép gyorsan megy, hogy a penicillint feltalálták, és nem halsz meg vérbajban vagy bármiben. Tehát, hogy mindennek van értelme, csak én többszörösen vagyok handicappes azáltal, hogy sok-sok ember jól érzi magát azokban a helyzetekben, engem pedig zavar. És itt van az, hogy ha stílus van, minden van. Ha stílus van, és nincs, mert hogy erről kezdtünk beszélni, akkor az van, hogy señor dva fish. Nagyon tetszik ez. Megtörtént, lehet ez megtörtént a címe, eset. Lehet ez a címe a podcastünknek. Ez jó, itt látom magam előtt, hogy a dva az ilyen cíl betűvel van kiírva. Señor dva fish. Figyelj, nyomjunk egy ilyen pólót, esküszöm, ez óriási. A kérdésem... Igen? Itt a második adásban mondhatjuk, hogy ez már így szoktuk. Opa. Így szoktuk, hogy van mindig egy tárgy az asztalon középen. Ugye múltkor a maci. Kérlek, mit kell tudni erről a mangetta gombról? Jó. Akkor. Eltolom, mert így tanultam. Ugye, egyébként ez tanítani lehetne. Kérlek szépen... Szerinted ez micsoda? Csináljak úgy, mintha nem tudnám. Egy méhecske. Igen. Hogy kerül egy méh a dupla mangettára? Nem méhész vagyok, meg kell mondjam, mert könnyű lenne a válasz. Figyelj, mivel ez egy ilyen spontán műsor, egy dolgot tudok, biztos, hogy személyes kötődésed van hozzá. Pontosan így van. Akkor története van, így mondom. Pontosan így van. Arról szól a történet, hogy engem többször megkérdeztek, ez például egy német ajándék, Németországban, Ausztriában és főleg Magyarországon, hogy te, mondjuk most már, hogyha így vagyok, miért hordod ezt a sárga mukaszint? És azt mondom, hogy egy, amit elmondtál, hogy a harmóniája a színeknek, kettő, mert oda vagyok érte. Kész. És akkor azt mondják, és az mit jelent, hogy oda vagy érte?
Mondom, azt a végtelen szabadságot, amit mindig meg fogok említeni, minden egyes, ha adja Isten, hogy 200 ilyen adást csináljuk, mindig el fogom mondani a szabadságot, hogy azt hordom, és ugye megint vissza kell oda térjünk, hogy mi a te divatod. Nincsen te divatod, én divatom, hanem egyszerűen az van, hogy amit tetszik, azt hordok. És ez a nő, ez a volt barátnőmnek, német színésznő barátnőmnek az annó legjobb barátja volt, és ezt hozta nekem, bocsánat, most meglöktem. Tehát ezt hozta nekem ajándékba, ezt a méhecskét, mert azt mondta, hogy én rajtad kívül, beleértve a saját férjemet és a fiamat is, nem ismerek olyan férfit, aki ezt a méhet például minden további nélkül felvenné, sőt, nagyon boldog lenne vele. És azt mondtam, hogy inge, én lecsókollak, hát ilyen nincs. Tényleg így van. És se a férje, se a fia, szóval, hát mi méhet, hát akkor legyen, nem tudom, hogy hívják rajta, Rolls Royce vagy, tök mindegy, csak hát ne. És én azt mondtam, hogy pontosan ez a fajta szabadság az, amiért annyira hálás vagyok neked, és ezáltal ennek a podcastnek is, hogy végre el tudom azt mondani, hogy mi az, hogy szabadság, mi az, hogy szabadon gondolkodni, hogy meg tudod választani azt, ami neked tetszik, és hogy nem kell beállj különböző zászlók és dalok mögé azzal, hogy neked ez tetszik, hogyha nem tetszik. Viszont be tudsz állni a méhecske mellé és mögé, és hordani tudod. Annyi olyannyira, hogy nekem nagyon szép manzsata gombjaim vannak, de ezt 95 az 5 arányban hordom. Tehát 95-ször hordom, és annyiból nem tudom megmagyarázni, ez tetszik, ez én vagyok. És az a szabadság is én vagyok. Hát eleve a méhecske, nem? Hát abszolút. Tehát az üzenete, a szabadság, a története. Jó, de ez erre külön nagyon ráérzett, mert hozhatott volna, nem tudom, elefántot is kicsiben, és az mégse vagyok. Érted? Tehát, hogy nekem azt tetszett, hogy egy, hogy érezte, hogy mit kell adni, kettő, hogy feltételezte ő róla, mert annyira jól ismert, hogy én ennek örülni fogok, és nem örülök, hanem ez mondom egy alapvető darabja az öltözködésemnek. És mit szólsz hozzá, hogy most nem tudlak nem kijavítani, és ezt szeretettel mondom, mert te szerintem nem hordod a ruhákat, hanem viseled. Jaj, nagyon kedves vagy. Mert mindenki így kritizáljon, mint te. Igen, ezt akartam. Akkor jó dolgom mert a viselem, ugye igen, beszéltünk igen, a magázódásról, önözésről, nagyon-nagyon sok mindenről, amikor viselek, elviselem a fájdalmat, vagy viselek egy ruhát, annak van valami, a viselés szóban van önmagában az elegancia. Hát igen, csak a magyar viselés szóban benne van rögtön a kritika is. Igen. Ez, maga de... úgy viseli a dolgokat, ahelyett, hogy hordaná. Na de látod, én vagyok most az optimista. Basszus, hát miről van szó most akkor? Már az is baj, hogy így nézek ki, vagy... Tehát komolyan mondom neked, néha fölmerül bennem az a kérdés, hogy én végül is mindent rosszul csinálok? És közben azt mondjátok, hogy nem. Tehát, hogy ez egy nagy ellentmondás. Mert a nép, én kaptam nagyon-nagyon sok rosszat is, és nagyon sok jót is. De ami az öltözködésemet illette, ott csak leszúrást. Ezt most komolyan mondom. De ugyanakkor, akkor viszont most itt... Akár be is fejezhetjük. Nem, ez most biztos, hogy nem marad így. Azért bocsánat, ez nincs így, mert Ernyei, bármikor előadást tartok, mondjanak példát, ki a legjobban öltözött magyar közszereplő. Mindig téged mondanak. Más nem tudnak, de téged mindig mondanak. De várjál, tegyük fel a kérdést, te mindenkinek tartasz előadást, vagy csak azoknak, akiket érdekel? Jó, igazad van. Mert akiket érdekel, azok azért mennek oda, mert azt szeretnék hallani, amit te gondolsz. Oké, meggyőzhetetlen vagyok, mondok akkor másik példát egészen addig, míg nem találunk egy közös percetet. Követnek a Facebookon közel 20 000. Értem, hogy 20 000 nem sok, szerintem sok 20 000 olyan ember, aki a kultúrára, a szépre, az esztétikára. Meg aki ennyire aktív. Én erre vagyok, na büszke, nem a számra. Ezt akartam mondani, nagyon nagy az aktivitás, de hidd el, Ernyei Béláról az emberek legnagyobb százaléka azt mondja, a jól öltözött, a nagyon elegáns, a mindig három részes öltönyben, és ezért örülök, hogy ma így vagy, mert én ismerem azt az Ernyei Bélát, aki ez nekem Ernyei Béla, a mai összeállításod, és az nem azt jelenti, hogy mikor a Szent Andrá étterembe leülünk, és okfejtéseinket bedobjuk, és a világ legnagyobb gondolatait megfejtjük együtt közösen, legalábbis törekszünk rá, de
pont ez is ma te viseled ezt. Mert viseled, és akkor visszadobom, viseled, na ettől jó az adás, mikor viseled a terhét. Mikor már csöpöksz. Igen, viseled a terhét, meg viseled a kritikáját annak, hogy több vagy, más vagy, elegánsabb vagy, vagy különlegesebb. Nem különlegesebb, különcebb talán. Megmondom, hogy miért. Mert mindenki vigyáz arra, hogy ne lógjon túlságosan ki a megszokottból. Én pedig azt mondom, hogy én nem vigyázok arra, hogy ne lógjak ki, nem is erőltetem, én ilyen vagyok. Hogyha engem így fogadnak el, akkor így vagyok jó, vagy így vagyok rossz a vélemények szerint, és ezzel én nem nagyon sokat szoktam foglalkozni, krakéler nem vagyok, tehát azért nem veszek föl mondjuk piros, sárga, zöld cipőt az egyiken, piros, sárga, zöldöt, másik a kék, fehér, barnát, hogy megbotránkoztassak. De tudom, hogy ez bejön az embereknek, hogy a szájtépés az arról szól, hogy láttad, hát hogy volt felétől, hát hány éves ez, hát hogy veszi magának a jogot. Nincs jog, belőled jön valami, ami a te stílusod, és mint tudjuk, ha stílus van, minden van. Hát ha ezt tudjuk, és ez így van, nem akarok spoilerezni, de az interneten felelhető rólad egy kép, és most az elmúlt 10 éves munkámat bedobom a kukába ezzel a mondatommal. Tehát ezzel a mai, most az utolsó 30 másodpercemben most mindent lerombolok. Ugyanis én azt mondom, a stílus van, minden van, egyetlen egy ruhadarab nincs, nem volt, nem létezik, az pedig nem más, mint a rövidújjúink, ugye, hát volt rajtunk. És képzeld, én láttam egy fotót, egy fényképet 1989-ből, ahol egy szemtelenül sármos, jóképű férfi, aki színész, színművész, egy olyan autó mellett pózol, amiből sejteni, hogy legjobb tudásom szerint 1315 darab készült a világon. A becses neve ugye Effe Quaranta, és hát én úgy tudom, hogy ezen a képen ez a férfi rövidújjúinkben volt. Hát akkor kezdjünk beszélni a múlt hibáiról, jó? De nem ma, nem most, mert ez önmagában egy akkora sztori, hogy ez egy külön rész, és ezt alig várom már, hogy leforgassuk, úgyhogy most semmi akadálya. Be kell érjétek ezzel. A film trailerénél most ott vágjuk el, ahol a legizgalmasabb rész jön, ahogy a marketing fogások vannak, és hát a stílus van, minden van, és ha stílus van, minden van, akkor el kell köszönni, hogy szevasztok! Jó napot!